Hazy Queen névre hallgató New England IPA. Ez már egy összetettebb sörtípusokkal, mint az American Pale-nél. Ránéztek, mit láttok? Azt mondja, egy gyümölcsféle hasonlít, gondolom, parasztvéhez inkább. Ennek a sörtípusnak az a jellemzője, hogy erősen szüretlen. Ebben egy elég új élesztő dolgozik. Vermontban tenyésztették ki 2011 környékén, szóval tényleg elég új élesztő törzsről van itt szó. Az jellemző ennek az élesztőnek, hogy nagyon-nagyon nehezen ülepszik, szinte sehol sem ülepszik gyakorlatilag. Ezt a pohárba is. A fontos pedig az lehet az élesztőben, hogy ad a sörnek egy nagyon szép kis enyhén fűszeres krémes textúrát, illetőleg hozzá tapad említett komlóolaj, komló aromák, ezáltal egy teljes, nagyon kerek, gyümölcsös komló élmény. Úgyhogy ez nem lehet mennyire született ez a sör, miért azt gondolnátok, hogy valami tévedés történt. A New England IPA, vagy New England IPA-i magyarosan, hát és sok minden szó elhangzik, névjük azok, hogy ezt kell kellett pontosan. Ugye IPA-ról már ez lehet sejteni, Indian Pale Ale. Él azt jelenti, hogy a sör megint csak ugye felsőerjesztésű, a pale az, hogy világos, ez az American Pale-nél szintén így volt, ugye. Aki az Indian Pale-nél, az Indian tag. Ki az, aki ismeri az IPA történetét? Ketten, hárman, kettő is felem. Három is felem, pár is felitek, de többség az nem. A rendkívül érdekes sztori, a legtöbb sörtípus az valamiféle történelmi szükségesség nyomán jött létre. Klasszikus példa erre a Russian Imperial Stout, ami egy stout sör, Angliában egy fekete sör, és baromi erős volt mindig is, 8% fölötti alkoholtartalommal rendelkezett. Azért találták ki ezt a sört, mert el kellett vinni jó messzire ezt a stout sört, Egyesült Királyságból a cári Oroszországba. Hosszú utat úgy bírta ki, hogy a magas alkoholtartalma gyakorlatilag azt tudta konzerválni a sört. Tehát ők evolottak fel aztán, hogy hogyan lehet szállítani a sört. Az Indian Pale-nél hasonló a történet, ugye a brigyarmati rendszer égköve az India volt, de Indiában nem voltak sörfőzdék, hát pedig brit katona ugye sörrendből nem funkcionál, így ki kellett találni valami trükköt, mert hogy a 4 hónapos hajóút alatt a sör az mindig megromlott. Maga a sör pedig az amennyire szerencsés, ugye? Úgyhogy azt találták ki ezek az okos friss sörfőzők, hogy csinálnak az átlagosnál alkoholosabb és komlósabb sört. Ugye alkohol a sör tartósítja, a komló egyébként szintén a sör tartósítja, majd kiviszik így ezt a elég erős komlós sört Indiába, visszavigítják ott a helyi vízből, és kb. Egy ilyen sörsűrítményt csinálnak. Milyen jó dolog, ugye ez a többször készül, mint ami ráfér a hajókra, mindenki milyen boldog lesz ettől. Az első hajók itt kiértek Indiába, katonák egyébként szárazra vitték a hordókat, az elkeményküket sehova, jóiban ez így jó lesz. Ez az India Pale-nek a története. Soha nem Indiába készült az India Pale-nél, mindig is Angliában volt ennek a szülőhazája. A brit gyarmati rendszer összeesett, tehát a sörtípus többé nem főzték nagy mennyiségben. Pár főzteket nyilván valóan, de valójában már nem. Azért ez a sörtípus nagyon költséges. Egyébként akkoriban két alatt sört főztek volna ennyiből, úgyhogy prémium már változott. Aztán a 80-as évek Amerikája, inkább a 70-es évek második fele, amikor elkezdtek a lelkes amerikaiak a pincében otthon sört főzni. És innen származik a hullám a sörforradalom is igazából. Amerikában nem voltak jó sörök, amerikai turisták voltak Nyugat-Európában, ők itt csak jó söröket, és hazamentek és gondolták, hogy szeretnénk találni jó sört, de nem kaptak ilyet sehol. Úgyhogy a tényleg elszálltabb turista arcok elkezdtek a pincében sört főzni. Jimmy Carter egyébként 78-ban legalizálta is a házi sörfőzést. Ugye remek hobbi lett ebből, hogy azzal a hozzáállással, hogy jót csináljanak. Te is, ha otthon főzöl mondjuk egy jó, nem tudom, pókrács gulyás, akkor azt, hogy a marha lábszár bele az 3000 forint, vagy 3200 forint, tök mindegy, legyen az, hogy finom legyen. Ezt csinálták házi sörfőzők is, csak azért főztek merejteni volna a boltba olcsóbban a sört is, lényeg az nem ez volt, hanem egyfajta önkifejezés ezen a hobbin keresztül, alapanyagát el. Mindegy, a cél a magas minőség. Ők fedezték fel azt, hogy van egy ilyen India Pale, lapozgatta Jack és Joe Bács a receptes könyvet, India Pale, basszus, mennyi alkohol van benne, végtelen mennyiségű komló, Jézus, már főzzük meg azonnal. Megfőzték, lehetett ki se kell vinni a pincéből ezt a sört, ott helyben is jó lesz. Lényeg az az, hogy egy nagyon finom, nagyon egyedi, nagyon különleges. És a későbbiekben
ezek a lelekkes házi sörfőzők nyitották meg az első sörfőzdéket. Rájöttek arra, hogy ahhoz, hogy igazából valaki csinálja a sörfőzdét, ahhoz nem kell túl sok minden, össze lehet bugázni a mindenféle készüléket hozzá. És ma az amerikai sörpiacnak egy 30-35%-át a profit szempontjából azt a craft kisüzemi sörök adják. Aminek az állócsillaga az az IPA. Az IPA azért nagyon jó sörtípus, mert kellően különbözik a megszokott ipari lágertől, de mégis ismerős ízekkel operál, ezek a gyümölcsös, virágos karakterek azok, amik mindenki számára hívogatóak, így könnyű értelmezni is mellette. De persze a hobbista hozzáállás most jelen van a piacon, ami azt jelenti, hogy egyfolytában történik a kísérletezgetés. És ennek az egyik útja ez a New England IPA, ami mondom, Vermontból gyökerezik, és ott találták meg ezt a élesztő törzset, amit most ti is kóstoltok. Gyakorlatilag IPA-t képzeljetek el, ebben az élesztő törzs rengeteg-rengeteg komlóval. Ebben egyébként kettő amerikai komló van, és egy ausztrál komló. És a komló is olyan dolog lett, ami a 70-es évek második felétől kezdve már nem egy ilyen ne sajnál szükséges alapanyag, hanem sokkal inkább egy kreatív eszköz, évente jönnek elő újabb és újabb komlónemesítések egyébként, nem csak Amerikában, egyébként Európában is. Három nagy komlótermelő vidék egyébként az Új-Zéland, Ausztrália, egy klasszikus európai komlók Európából származnak, és ezek az amerikai komlók, amik inkább a citrusos vonalat képviselik, a gyantás, cigésztenyős vonalakat. Nem tudni, hogy hol ennek a vége. Amerikából tudunk kiindulni ebben a tekintetben, hiszen ők vannak legelőrébb az új hullámos őrületben. Bemenszek bármelyik borba, találtok legalább 30-40 féle sört. Itthon azért még ez nem egészen így van. Amerikában azt jósolták, hogy 50-es években egyébként az egész országban összesen 4 főzde fog működni hamarosan. Egész USA-ban, tehát bazinagy ország azért. Ennek ellenére ma 6600 valahány sörfőzde van, és elmúlt 3 évben a sörfőzde száma meg duplázódott. Gyakorlatilag mindenki a szomszédja az már sörfőző biztosan, és életben azt tartja ezt a mozgalmat, hogy nem, valamilyen szerint sem az luxus. Hiszen ez a sör, ez elég drága, veszel helyette 3 liter kőbányait, de ugye a lényeg az azért, hogy azért költesz erre a sörre, mert ma már az adott értéke valamiért finom, persze menő, meg trendi is mellette, de ehhez kell egy fajta fizetőképes kereset, ami itt van, és ugye most már azért kezd szerencsére kialakulni. Magyarország elég jó helyen van ebben. Az egész mozgalom itthon is alulról szerveződött, hirtelen derült ki, hogy itthon vannak házi sörfőzők, és van igény ezekre a sörökre. Itt van egy ilyen 85-90 főzde működik, ide értem nagyobb mennyiségben produkáló, rendszeresebb gerilla sörfőzőket, mint szerint személyemet. De azt lehet, ez a gerilla sörfőzés különben, hogy nincs olyan saját sörfőzdénk, hanem mi otthon a konyhában állítjuk össze az újabb olyan receptjeinket, amikkel van, hogy éveken át kísérletezgetünk, és ha úgy érezzük, hogy készen van egy receptúra, akkor bemászunk egy sörfőzdébe, letűzzük a sörünket, aztán pedig ezt már mi értékesítjük a saját raktárunkból. Szóval így vagyunk együtt kb. Mondom 90-en, és azt mondhatom, hogy ilyen 11-2-3 csapat az olyan söröket főz már itthon, ami a világon bárhol megállja a helyét, és példaértékű lehet. Erről a világ még nem nagyon tud, mert elég kevés készül belőlük. De már kezdik nőni az iparág itt a gyerekbetegségeit, és a lényeg ugyanaz volt, mint az amerikai verziónál, hogy tényleg otthon kezdődött el minden, és a minőségbeli igény az határtalan. Ilyenkor meg számolni kell mindenféle bekerülési költséget, mint margin, Excel táblákat kell nézni, hogy borzasztóan rossz, de szükség van erre, de lényeg az, hogy a minőség az legyen konstans és magas, és első körben szeretnénk megfelelni a sörrel magunknak, és második körben pedig szerencsére a piac erre többnyire jól reagál, úgyhogy ez egyfajta életformává is tud válni. Hát én tudok elmondani pióhéjban a sörökről, tudok órákon át beszélni egyébként miről óra. Van valakinek kérdése? Sörügyileg. Nekem nincs ilyen faszak érző, most már jó kérdőjelen. Előbb volt, de képzeljétek oda. Igen, volt. Igen, kérlek. Jelenleg, hogy a Newton-i csak az én ezt a vértennyire átedzettek, hanem a fejlődnek is, meg a fejlődnek is.
igen, ez már egy szofisztikáltabb sztori. Ugye alapvetően, hogy készül a sör? A gabonából ez első lépés. A gabona, ami általában árpát jelent, ritkább esetben egy kevés búzát is. De ezen kívül lehet használni hozzá még egy csomó gabonát. Ilyen a zab egyébként, ami ebben a sörben is megvan minden bizonnyal. A zab az a sörnek egy nagyon finom, ragacsos, krémes textúrát. Nem szabad túl sokat használni belőle, de ha lát a profilnak egy ilyen 10%-a azért az lehet zab, maximum mondjuk, és nehezebb ilyenkor egyből szűrni a sörbe, lényeg az, hogy ad neki egy ilyen nagyon krémes karakter. És ez is segíti azt, hogy a sör az ilyen zavaros legyen, ködös. De elsősorban az élesztő, ez 95%-ban az élesztőt látod itt. Lehet olyan sört csinálni, ami tök áttetsző és tele van zabbal egyébként. Tehát ez elsősorban az élesztő. A zavas segíti ezt egyébként, de ez az élesztő, amit itt láttok a pohárban. Nincs több kérdés. Jó, akkor igyatok, mulassatok. Találkozok. Igen. Ha így végig akarunk próbálni, nem tudom, 3-4-5 sört, akkor melyikeket, melyikkel érdemes kezdeni? Itt, most, vagy általában? itt és most is jó. Nem ismerem a pontos szortimentet, láttok egy csomó whiskyt egyébként, az tök szimpatikus. A lényeg az az, hogy célszerű a legkevésbé markás, legkevésbé alkoholos sörrel kezdeni, úgy haladni egyre durvábbak felé. Ez alapigazság egyébként, meg ha a sörök között van megfelelő mennyiségű szünet, akkor azért nagyjából mindegy is lehet ez. Inkább a berúgás felé halad az ember, az talán egy jobb, hogy nem egy 10%-os alkohol egy ilyen kóstoló, de inkább emiatt elsősorban. Hogy vannak ilyen sörbírák, meg vannak ilyen sörversenyek, ahol sörbírák ülnek körbe, ők például egy típus kóstol az egész nap hasonló alkohol százalékkal, ott eltedik a sörök között egy 4 óra 20 perc, ami azért lehet pisztolni. Már de tepető fejbe inkább az ízlelésre gondolok. És mit bírálják az ízét? Ez egy érdekes dolog, egyfelől az, hogy melyik sör a legjobb, az nyilván rohadt szubjektívnek hangzik. Ennek ellenére megfigyelhető az, hogy profi sörbírák, hogy egy asztalhoz ülnek és vakkóstolnak és nem kommunikálnak ugye egymással ilyenkor, hasonló pontokat adnak. Azért, mert van egy nagyon precíz rendszerre kialakítva, különféle dolgoknak különféle súlyú pontjai vannak, az íz nyilván a legfontosabb, ez egy 50 pontos skála, az íz ebből aztán 20 pont, az illat az 15 pont, a megjelenés például csak 5 pont, a szubjektíven, hogy neked hogy tetszik, az is csak 5 pont egyébként ebből, de rengeteg kell gyakorolni azt, hogy tudja az ember objektíven vizsgálni, sőt azt mondani, hogy oké, okay, ez az adott kategóriájában egy rendkívül jól gomlózott sör mondjuk, egyébként meg utálom. Tehát, hogy itt valahogy egyensúlyt kell találni, az olyasmi kicsikét, mint mondjuk ez az ugra-ugra korcsolya, amikor itt pontozzák a végén a dolgokat, ott is hasonló pontokat adnak a bírák, mert bizonyos elemeknek vannak benne, valahogy kivitelezte az illető, ezeket lehetne nézni, ilyesmi a sör is, csak az nem pörög fog. Inkább a bír az időről fog fogni. Szuper! Köszönöm szépen a figyelmet! Ma szerda van, a még az jó csütörtök, tehát kis péntek van, úgyhogy jó sorozást kívánok! Sziasztok!